szervezet a budapesti kerületi, illetve összbudapesti önkormányzatoknál, és különböző szervezet programokkal igyekszünk egybetartani, és a kulturális értékeit gazdagítani, nem csak a magyarországi szerb, hanem az összmagyar lakosságnak is. Nos, azt mondta, hogy 600 éve vannak itt a szerbek Magyarország területén. Azt nem tudom, hogy az ön családja mikor költözött Magyarországra, van már eleve itt született, de egy biztos, hogy már a másod generáció sem szokta a szerb vagy bármilyen nyelvet beszélni, hanem tényleg megpróbálnak valamilyen úton, módon beolvadni a környezetükbe, és ön azt mondta, hogy a szerb nyelv gyakorlása és művelése, továbbadása nagyon-nagyon fontos. Az így ön van. Szülei is tökéletesen beszéltek szerbül? Vagy természetesen anyanyelvünk a szerb nyelv, így például nekem is 2 fiam van, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szerb nyelvi örökséget, amivel én díjmentesen rendelkezem, továbbítsam az én utódaimnak, majd ők talán a saját utódaiknak fogják továbbítani. Nekünk vegyes házasságunk van, a feleségem magyar származású, de például én a gyermekeimmel csak szerb nyelven beszélek, a anyuka meg csak magyar nyelven beszél velük. Önnel ugyanígy voltak a szülei? Az én szüleim szerbek, tehát apukám és anyukám is szerb, és a felmenők között talán egy kis román származás vélhető még felfedez, de a szerb... De már ön itt született Magyarországon. Természetesen. A szülei is itt születtek, a szüleim, Magyarországon? A nagyszüleim, a dédszüleim és az ők szüleim is Magyarországon akkor születtek. Akkor meg, tényleg megemelem a nem létező kalapomat. Köszönjük, mert tényleg nem szokásos, hogy a nyelvüket így ápolják, mint ahogy önök ápolják. Igen, érdekes dolog ez, mi igazából úgy mondanám, hogy úgy próbálunk beleolvadni a nagy közösségbe, hogy a saját identitásunkat, a saját értékeinket, most beszélhetek a kulturális, nyelvi, vallási és a többi értékeinkről, igyekszünk megóvni, megőrizni. Amellett, hogy természetesen ebben az országban élünk, munkahelyekre járunk, iskolai végzettségeket szerzünk, és igyekszünk hasznos tagjai lenni ennek a társadalomnak. Mi volt a szép a szerb nyelven, és miért ennek a tanítását vállalta? Aztán később természetesen a színházon keresztül és a kulturális intézményen keresztül a szerb műveltségnek és művészetnek az átadását. Igen, én szerb nyelv és irodalom szakon diplomáztam a Szegedi Tudományegyetemen, akkor még József Attila Tudományegyetemnek hívták. Lényegében az én célom az volt, amellett, hogy pedagógus familiából származom, tehát nem nagyon van a családban olyan, aki nem pedagógus, hogy minél magasabb szinten tudjam és értsem és művelni tudjam az anyanyelvemet, és ezt tovább örökíteni, átadni. Hogyan lehet tanítani a gyermekeket? Milyen intézményi rendszerek vannak rá kisebbség lévén itt Magyarországon? Az óvodától az egyetemig, sőt doktorandusz képzésig létezik nálunk Magyarországon szernyelvű képzés, tehát vannak szernyelvű óvodáink, szernyelvű általános iskoláink, szertannyelvű gimnáziumjaink, és 2, az egyik az ELTE-n, a másik a Szegedi Tudományegyetemen egyetemi szintű és PhD képzés folyik szernyelven. Most, amikor hát ön is olvas újságot, nézi, hallgatja a híreket, akkor tudja, hogy pontosan a nemzetiségek körül milyen bonyodalmak vannak, jó indulatú, rossz indulatú fellángolások, stb. Jó olyat hallani, hogy valaki Magyarországon megtalálja a helyét, tudja az anyanyelvét, az örökségét továbbvinni. Volt-e valaha abból önnek problémája, hogy a neve az egy tipikus szervnév, hogy szerb óvodába iratja a gyerekeit, tehát érzette valami hátrányt ebből? Nem, soha. Sőt, úgy gondolom előnyünk származik belőle. Természetesen bemutatkozásig senkinek nem tűnik föl az, hogy mi nem vagyunk magyarok, de úgy gondolom magyarországi szerbként, hogy a magyarországi lakosokhoz képest nekünk mindig talán egy picit többet kell
bizonyítanunk, mindig egy lapáttal többet kell rátennünk, mindig valamivel többet kell az asztalra tennünk ahhoz, hogy egyenrangú tagjai legyünk a magyar lakosságnak, és ez azt gondolom sikerül is, nem hogy hátrányunkra, de még előnyünkre is válik. Mikor jött a gondolat, hogy részt vegyen a szerb kulturális életnek ebben a típusú ágában, ami a szerb színházat és kulturális intézményt illeti? 5 éves korom óta táncolok. Szerb néptánccal kezdtem el foglalkozni, ennek idestova 30 éve. 30 évet. Ez a kóló, ugye? Igen, köszönöm. 30 évet táncoltam, és 2010-ben kaptam a Magyarországi Szerb Színház igazgatójától és rendezőjétől, Rusz Milántól egy telefont, hogy próbálnak egy színdarabot, az Indul a Bakterházat szerb nyelven, és hogy játszanék-e abban egy szerepet. Hát én a Regős Bendegó szerepét kaptam meg abban a színdarabban. Hála Istennek volt már egy kis színházi múltam, akkor a Szegedi Nemzeti Színház különböző produkcióiban szerepelek már 2000 óta. Így nem volt idegen számomra a dolog, de prózai színészként még nem debütáltam, akkor 2010-ben ez sikerült, és azóta aktív tagja lehetek én is a Szerb Színház alkotóművészeti gárdájának is. Milyen a repertoár választásuk? Egyáltalán kikkel találják ki, hogy milyen darabot hogyan mutatnak be, és hogyan találják meg a közönségüket? Elsősorban szerb nyelvű darabokat játszunk. Ez a dolgunk, ez a feladatunk. Számos műfajt érintünk a gyerekdarabokon, a passiójátékokon keresztül az operett műfajáig. Dolgozunk olyan magyarországi, szerb, nem szerb, más nemzetiségekhez tartozó művészekkel, színművészekkel és színművészeti tapasztalattal mondjuk kevésbé rendelkező, de olyan lelkes tagokkal, akik nagyon szívesen tanulnak meg egy szöveget és játszanak el egy szerepet nálunk. Mindig, minden évben le kell adnunk egy művészeti tervet az EMMI-nek, aki támogat bennünket, és az NKH-nak, a Nemzeti Kulturális Alapnak. Eszerint, a terv szerint igyekszünk megvalósítani a következő évadunkat. Non-profit közhasznú KFT lévén természetesen elszámolással is tartozunk, és igyekszünk minden évben egy picit többet hozzátenni az előző évi repertoárhoz, ennek így már 25 éve. 25 évben nagyon sok minden fér bele, de azt gondolom, hogy egy 52 személyes színpad térbe nem minden. Tehát azért nagyon észnél kell lenni, hogy minél több emberhez tudjanak eljutni egy előadással. Lehet, hogy többször le kell játszani ugyanazt az előadást, hiszen a hétvégén is pont egy ilyen estre készülnek, hogyha jól tudom, egy nagy estre, ami éppen nem a szerbekhez kötődik, de majd mindjárt elmondja, hogy miért is érdekes ez a színház és a nézői számára, de hát itt is két előadást játszanak ahhoz, hogy tényleg el lehessen jutatni az emberekhez. Így van. Említettem, hogy egy 52 fős kamarateremmel rendelkezünk. Az 52 fő nagyon kevés egy színházi nézőtérhez. A színház termünkben ezért lényegében a próba folyamatok zajlanak, és a kisebb produkcióinkat ott szoktuk bemutatni. Viszont, mivel szintén említettem, hogy a magyarországi szerb lakosság szétszóródott Magyarország területén, ezért sokan vannak, akik nem tudnak eljutni Nagymező utca beli játszóhelyünkre, ugye ide a Pesti Broadway-ra. Ilyenkor beülünk egy buszba, és elmegyünk hozzájuk Deszkre, Batonyára, Hercegszántóra, Mohácsra, Budakalászra, és még sorolhatnám. Ezek a produkciók ott készülnek a Nagymező utcában. Van egy produkciónk a Kossuth Díjas magyar nóta és cigánydal énekesnőnkről, Kovács Apollóniáról, Jódás Judit, a Cinkapanna Cigány Színház, ez egy koprodukció, játssza benne a főszerepet, a bemutatónkat megtisztelte Csongrádi Kata művésznő, akiben akkor fogalmazódott meg egy gondolat, hogy ő szervezne ide egy jótékonysági előadást, amely a hátrányos helyzetű gyermekek javára gyűjtene tanszert és játékokat. Ez volt karácsonykor. Ez volt november 26-án, így van.
és egy kész produkciója van, Sziszi és én címmel, egy teltházzal közel 70-en voltak az 52 fős nézőterünkön, játszottuk ezt a darabot, majd további beszélgetések azt az eredményt szülték, hogy mivel közeleg a Magyar Kultúra napja, és S. Nagy István születésnapja is, az ő emlékére Belsőci Lászlóval, Rusz Milán, Matoréci József és Csongrádi Kata művésznő jelenlétében egy S. Nagy István emlékestet szervezünk és rendezünk, S. Nagy azon produkcióiból, amelyek színházi produkcióikhoz köthetők, tehát a Thália Színháztól kezdve a Budapesti Kamara Színház, Turay Ida Színház, egészen a New Yorki Magyar Színházig, így január 21-én délután 3-kor és este 6 órakor, hála Istennek dupláznunk kell, mert a 3 órás időpont betelt, este 6 órára még várunk kedves nézőket, egy nem mindennapi meglepetésekkel teli úgymond színházi produkció S. Nagy István emlékére egy kocintással utána. Az előbb már említette, hogy hova járnak tájolni, ezt az én agyamban úgy képeződött le, hogy ezeken a területeken van jelentősebb szerb kisebbség, vagy szerb lakosság. Budapesten hányan vannak összesen? A budapesti szerb lakosság körülbelül olyan 2-3 ezer főre tehető talán, amit fontosnak tart. Aktív közösségi életet élnek? Aktív közösségi életet élünk. Tegnap volt egy koncert Budaörsön, a Kossuth Díjas Vujcsics zenekarral, utána egy táncház. Mai napon a Verespáni utcai Tököli Jánom épületünkbe látogat egy újvidéki tambura zenekar, akik Bécsben és Ausztriában fognak turnézni ezek után, ők meglátogatnak bennünket, és egy fergeteges koncertet biztosítanak. Hál' Istennek igyekszünk megtölteni tartalommal az év számos napját és ünnepét, közeleg legnagyobb védőszentünk Szent Száva ünnepe, amikor egy Szent Száva akadémia után is az a legrangosabb magyarországi szerbség által kiosztható díjunk, Szent Száva díjnak hívják, azoknak az egyéneknek szoktuk odaadni, aki kiemelkedő teljesítményt, illetve munkát tesznek a magyarországi szerbség hagyományainak és különböző értékeinek ápolásába, ezt utána egy bál követi. És abban a mondatban, amikor Szent Szávát említette, akkor rögtön megjelent a vallás és a vallási hagyományok ápolása is, hiszen mondta, hogy nagyon lényeges a nyelv, a kultúra és a vallás megtartása és ápolása. Én most, ahogy itt gondolkodtam, gyakorlatilag csak a szentendrei szerb templom jutott az eszembe. Hol van lehetőségük arra, hogy a vallásukat gyakorolják? Az összes nagyobb szerb településen általában található egy pravoszláv templom, hiszen pravoszláv templom nélkül nem is lenne magyarországi Pravoszlávia, a püspökségünk van Szentendrei központtal, Budán is található szerb templom természetesen, és nagyon érdekes, Pest alatti település Ráckeve alatt van Lórév, ami a mi székhelyünk is, az egyetlen magyarországi olyan település, ahol többségében a mai napig szerb ajkú lakosság él. Reméljük, hogy a nyelv tovább fog élni, hogy jól fogják érezni továbbra is magukat Magyarországon, és az önök által felnevelt generáció ugyanúgy hagyományait majd ápolja, mint ahogy önök. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is. Köszönöm.